egy dupla presszó rendel. 35-szörös bajnok férfi labdarúgó csapatunk pálya edzője, Leandro de Almeida különleges reklámforgatáson vett részt a Groupama arénában, ahol komoly kihívás várt rá, bele kellett rúgnia egy kávékapszulát a kávégépbe. Az biztos, szerintem hónapig itt lettünk volna, az biztos, mert szerettem ezeket a kihívást, mert otthon is mindig van valami az internet meccs, akkor a fiammal is szoktunk próbálni, úgyhogy ezeket ez mindig érdekelt engem. Megmondom, szintén azt hittem, hogy nem fog sikerülni, de egy ilyen 200 próbálkozás után sikerült. 200 próbálkozás ugyan nem volt, Leopard bemelegítő kísérlet után betalált a gépbe, így jöhetett a jól megérdemelt nedű. Úgy kellek fel reggel, hogy az két dupla presszót iszok, és utána jöhet valami másni, hol lesz egy kis kenyeret vagy valami, és utána indulok az edzéshez. De igazából naponta egy ilyen 6-8 kávé biztos szoktam inni, de ez már régóta gyerekként a nagypapának volt egy kávéfarm, ott nőttem fel igazából. Úgyhogy ez már régóta van, ezt a kávésztori. Ebbe születtem igazából, úgyhogy a kávénak az illata az mindig hazavisz. A magyar és a brazil kávézási szokásokban felfedezhetőek a különbségek. Itthon sokan szeretik inkább nem a presszó magába, bár a férfiak inkább, de sok ember iszik inkább a délután felé, akkor inkább már cappuccino vagy ilyen latte. Ami nálunk kevésbé, nálunk a kaja előtt is azért termékben ott vannak a kávé előkészítve egy termoszba. Otthon nagyon édesen szeretünk, én is az elején egy ilyen hosszú kávé, legalább 3-4 kanál cukorra tettem, úgyhogy ez kvázi ilyen mézes kávé lett belőle, de manapság én is alig teszem cukor, úgyhogy jobban lehet érezni a kávénak az íze. Korábbi kiváló labdarúgónk ismertette kedvenc kávéját, és annyira szereti ezt az italt, hogy szinte mindenhová magával viszi, szó szerint. Nekem a ristretto a kedvencem, ilyen rövid és erős, és abból szoktam így dupla főzni kétszer is reggel, úgyhogy úgy indul a nap. Nem is tudnék szerintem indulni otthonról ízé kávé nélkül, úgyhogy ez alap nálam. Még amikor elmegyünk idegenbe játszani, vagy megyünk edzőtábor, akkor mindig viszem a saját kávégépem, úgyhogy még a cakó néha főz, az is szoktunk. A csapaton belül Leo a kávé király, de a játékosok sem vetik meg. Igaz, jóval szerényebb mennyiségben. Van sok ember szerintem, de azért nálam több, azért kevesen isznak, úgyhogy ez a reggel két kávé, utána, hogy ott vagyunk az edzésen, akkor az még kettő, és utána megyünk edzeni, úgyhogy edzés előtt már túl vagyok 4 kávén. Úgyhogy, de ez ilyen természetes mindig. Este is, amikor elmegyünk vacsorázni, akkor mindig vacsora után is egy kis presszó, az mindig belefér még. Szoktak inni ők, de inkább a reggeli után azt látom, hogy egy-két ember, főleg a magyarok szoktak kérni kávé, még az ebéd után is szoktak, de igazából a csapatnál is sokkal inkább ilyen teljes kávét vagy cappuccino szoktak inni. Egészségedre, Leo! Bradissimo! Támogató partnerünk az Observer, ahol a hírből információ születik.